A sürgősségi osztály 650 négyzetméternyi újépítésű terület, illetve 370 négyzetméter felújításával jött létre. A térségnek szüksége volt a sürgősségi ellátás megerősítésére, mivel itt az országos átlagnál magasabb a megbetegedési és halálozási arány. Az osztály a nap 24 órájában várja a betegeket, az endoszkópos labor, a sürgősségi műtő, a gyermeksürgősségi vizsgáló, valamint a megújult műszerpark teszi teljessé a minőségi szolgáltatást. Ebben az épületben kerülnek ellátásra azok a betegek, akik a kórházban elsődlegesen érkeznek, akár nappali időszakban beutaló nélkül, akár ügyeleti időszakban jutnak hozzánk, vagy érkeznek hozzánk, és segítséget várnak. Ezzel a beruházással a kórházunk aktív betegellátását kompletté tettük. Az osztály és maga a sürgősségi betegellátás alapfeltétele minden akut és aktív ellátást működtető kórháznak, hiszen a betegek itt elsődleges diagnosztikai vizsgálatokon mennek keresztül, és ezek eredményeképpen derül ki, hogy hogyan tovább. A megyei közgyűlés elnöke szerint a beruházással újabb lépés történt a területi egyenlőtlenségek felszámolásában. Az ő ellátások, az ő sürgősségi ellátások olyan, ugyan fontos Magyarországnak, a megyének, mintha az ország más részein élnének, és ez remélhetőleg azt is üzeni a helyben a lakóknak, hogy érdemes itt élni, érdemes jövőt tervezni ebben a térségben, és ugyanolyan életkilátásokkal indulhatnak az életbe, mint mások az ország más részein élők, vagy nagy városokban élők. Nyilván ezt a célt szolgált ennek a sürgősségi komplexumnak a felépítése, illetve annak a helikopter leszálló pályának, vagy leszálló egységnek a felépítése is, aminek ugyancsak ma van a átadási ünnepsége. A térség országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy szükség esetén a betegek a korábbinál jóval gyorsabban juthatnak orvosi ellátáshoz. Ha hirtelen olyan beteg van a Fejérnyalmati Kórházban, akit innen kell helikopterrel elszállítani, akkor természetesen az itt épülő, a kórház mellett épülő helikopter leszálló a leggyorsabb lehetőség. Nyilván sok olyannal találkoztunk, olyan esettel, amikor a futballpályán szállt le a helikopter, és a futballpályáról történt mentővel a beszállítás. A visszaszállításnál én nem osztottam a szakmai szervezetnek a véleményét, hogy annyira problémás lett volna, de igenis vannak Európai Uniós szabályok, és ehhez alkalmazkodni kell. De hát ez is természetesen a betegellátást fogja szolgálni. A Szatmár-Beregi Kórház a régióban élők mellett az első állomást jelenti az Európai Unión kívül érkező betegek számára is.